A Budai Sport Általános Iskola minden egyes évben legalább két alkalommal lehetőséget biztosít az óvodásoknak arra, hogy karácsonykor, illetve húsvét környékén a Nyuszi Kupán egy nagyon aranyos versenysorozatban egymással megmérkőzzenek. A mai napnak mindenki a győztese, hiszen az óvodás gyerek nagyon-nagyon motivált és nagyon szeretne nyerni, de természetesen tudjuk azt, hogy egyesek ügyesebbek, kevésbé ügyesebbek, és mi azt szeretnénk, hogy minél több gyakorlással, minél több ügyesebb gyereket tudjunk, ha lehetséges, mondjuk a mi iskolánkba is irányítani. Ennek az első jelét mindenképpen azt mondhatom, hogy úgy oldottuk meg, hogy mi iskola kostolval kezdjük az iskolánkba való beiskolázatást, és utána minden egyes csütörtökön, tehát 8-10 alkalommal a leendő elsősök, tehát a jelenlegi nagycsoportos óvodások ide jönnek hozzánk, és ennek a vége most a hétvégén történt, amikor egy sportszakági felmérésben a leendő iskolásokat kiválasztottuk magunk számára. Milyen készségekben kell a gyerekeknek ügyesnek lenni, aki ide szeretne jönni? Én azt mondom mindenképpen, hogy minden egyes óvoda nagyon ügyesen megszervezi a testnevelés óráit. Ténylegesen nagyon büszke vagyok, hogy nem csak a testnevelés óráknak a színvonala jó, hiszen látom ezeknek a feladatokban, hogy a gyerekek ismerik azt a mozgásanyagot, amit egy ilyen korú gyerek el kell sajátítson. Ráadásul magam is 10 éve ovistornát is vezetek az egyik óvodában, tehát tudom azt, hogy mit kell elsajátítson. Mindenképpen azt nézzük mi, hogy a vele született ügyességeket nézzük, tehát itt a gyorsságot, a kitartást, a játékban való résztvételt. Én azt mondom mindig a kollégáimnak, hogy ahhoz, hogy megismerjünk egy gyereket, mindenképpen engedjük játszani. A játékban mindenképpen a gyereknek az erényei, a jellem az megmutatkozik. Aki visszahúzódó, aki agresszív, aki egyáltalán maximális győzni akarás van benne, a játékban megmutatkozik, ott már nincsen képmutatás. Sajnos manapság az a helyzet, hogy a szülők is és a testnevelők is gyakran kilátástalan küzdelmet folytatnak a számítógépek és a különböző rajzfilmcsatornákkal szemben, és ilyen szempontból nem mindegy, hogy a gyerek mit szokik meg. Ez az egyik fele. A másik fele viszont az, hogy a saját tapasztalatom, hogy nem minden sportban egyformán ügyesek a gyerekeket. Ez megint közhely, tehát nem kívánom feltalálni most a melegvizet, viszont biztos vagyok benne, hogy minél több sporttal találkozik egy gyerek, annál biztosabb, hogy kiderül az, hogy ő konkrétan miben ügyes. Biztos vagyok benne, hogy minden gyerek valamelyik sportban tehetséges. A kérdés az, hogy élete során megtalálja ezt a sportot, ami aztán sikerélményt ad neki, magabiztosságot, tartást ad neki, megtanítja küzdeni, vagy nem találja meg ezt a sportot, és az élete egy nyüglődés lesz, mert csupa olyan dologba próbálja ki magát, amiben igazából talán nincs meg a készsége. Tehát fontos az, hogy minél korábban elkezdjék, minél több időt töltsön a sportba, szokja meg, próbáljon ki minél több fajtát, és akkor biztos, hogy megtalálja azt a sportot, amiben tehetséges és amiben sikerei lesznek.